A 31 éves Tomislav Szalopeket július 22-én rabolták el a dzsihadisták, miközben Kairóból munkába igyekezett. Az egyiptomi hatóságok másnap megtalálták a járművet, amelyet vezetett, továbbá a horvát férfi dokumentumait és két mobiltelefont is. A férfi egy francia olajipari cég egyiptomi kirendeltségének dolgozott, és az eszéktől 60 kilométerre fekvő vrpoyéból származik. Az iszlám állam nevű terrorhálózat egyik egyiptomi tagszervezete a férfi elrablása után közzétett egy fotót, amelyen szalopek látható. Életiért cserébe azt követelték, hogy a kairói kormány engedje szabadon az egyiptomi börtönökben fogva tartott muzulmán nőket. A határidő eredetileg péntek volt, a terroristák ezt később vasárnap dél ki. A horvát és az egyiptomi hatóságok közösen dolgoztak a férfi kiszabadításán. A horvát külügyminiszter Veszna Púszics már csütörtökön Kairóba utazott, Szalopek feleségével egyetemben. Púszics hosszú tárgyalásokat folytatott az egyiptomi hatóságokkal a férfi szabadon engedésének és kimenekítésének lehetőségeiről, majd pénteken a késő esti órákban hazautazott. A tárcavezető csupán egy olyan közleményt adott ki, hazaérkezését követően, amelyben türelemre szólította fel honfitársait. Aláhúzta, a helyzet kényes mi volt a ellenére, mindent megtesznek azért, hogy Tomislav Szalopeket szabadon engedjék a dzsihadisták. Több információt azonban nem közölt a tárcavezető. Szalopek édesapja az emberrablásról érkezett első híreket követően a nyilvánossághoz fordult, és kérte, hogy aki tehet is segítsen hazahozni a fiát. A francia olajipari vállalat illetékeseit is felszólította, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy fia hazatérhessen. A szombaton közzétett információk ismeretében most mégis úgy tűnik, hogy a férfit már a határidő lejárta előtt kivégezte az iszlám állam. A lefejezésről készült fényképek már megjelentek a világhálón, eredetiségüket pedig vizsgálják a hatóságok. A hírt egyenlőre sem a horvát vagy az egyiptomi kormány, sem pedig a vezető nemzetközi médiumok nem erősítették meg.